Az Európai Uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács csütörtökön hivatalosan is döntött arról, hogy az Európai Békekeretnek nevezett programon belül 1 milliárd euró összértékülőszerrel támogatja Ukrajna önvédelmét az Oroszország elleni háborúban. A Brüsszelben kiadott közlemény szerint a döntés értelmében életbe lép az EU tagállamok vezetőinek márciusi találkozóján született, a tüzérségi lőszerek szállításának és közös beszerzésének felgyorsítását célzó megállapodás első része, amely egyebek között lehetővé teszi a lőszerek azonnali leszállítását Ukrajnába. A munícióra vonatkozó teljes uniós hozzájárulás 1 millió, főként 155 mm-es tüzérségi lőszer lesz 12 hónap alatt 2 milliárd euró értékben. A csütörtökön elfogadott intézkedéssel 4,6 milliárd euróra emelkedett az Európai Békekeret Ukrajnának nyújtott uniós hozzájárulása. Mateusz Morawiecki közölte, hogy újabb MiG-29-es vadászgépeket akar átadni Ukrajnának, olvasható a korrespondent hírportálon. A lengyel miniszterelnök megjegyezte, hogy a hadseregüknek már nincs szüksége a Mi-29-es vadászgépekre, így ezeket Ukrajnának adják tovább. Moravecki szerint a lengyel légierő 48 F-16-os vadászgéppel rendelkezik. Emellett jó kapcsolatokat ápol a nyugati partnereivel, köztük az Amerikai Egyesült Államokkal, amely nemrég a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében F-22-es vadászgépeket küldött rotációra. A német Deutsche Welle közlése szerint a kijevi vezetés további anyagi segítséget vár az IMF-től, valamint a Világbanktól. A Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank vezető képviselőivel folytatott washingtoni tárgyalás során a videókapcsoláson keresztül bejelentkező Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, a nyugat által befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére kellene fordítani. Az Egyesült Államok konferencián jelenlévő pénzügyminisztere Janet Yellen kifejtette, a nemzetközi közösségnek továbbra is támogatnia kell pénzügyileg a hadban álló Ukrajnát. A Világbank, az IMF és a kijevi vezetés márciusi becslése szerint az elkövetkező tíz évben több mint 400 milliárd euróra lenne szükség az ország újjáépítéséhez és helyreállításához. A Deutsche Welle beszámolója szerint további 500 millió dollárral támogatnák Ukrajnát az ország energetikai infrastruktúra rendszerének helyreállításában, amely 11 milliárd dollár értékben szenvedett károkat. A világbank közleménye szerint a fél milliárd dolláros támogatásból először a háború során megsérült mobil fűtésrendszerek javítását pótlását tervezik megoldani. Szerbia nem adott el, és a jövőben sem fog eladni fegyvereket Ukrajnának, és nincs olyan dokumentum, amely ennek az ellenkezőjét bizonyítaná, szögezte le Alexander Vucic szerb elnök csütörtökön. Eladunk lőszert legális végső felhasználóknak, de Ukrajnának vagy Oroszországnak nem, jegyezte meg a politikus. A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint az államfő a kiszivárgott amerikai hírszerzési adatokról megjelent hírekre reagált. Mint mondta, amikor Belgrád Törökországnak, Csehországnak és Spanyolországnak ad el fegyvereket, akkor tudni lehet, hogy azoknak kik a végső felhasználói. Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy valaki ezeket továbbadja. Ez viszont nem Szerbia problémája, hanem azoki az országoké, amelyek nem tartják be a nemzetközi szabályokat, mondta Vucic. Szerbiának több évtizedes fegyveripari múltja van, és továbbra is komoly befektetéseket terveznek ebben a szektorban. Alexander Vucic arra is kitért, hogy Szerbia katonailag semleges ország, és továbbra sem tervez csatlakozni sem a NATO-hoz, sem más katonai tömbhöz. Románia, Moldova és Ukrajna közös nyilatkozatban ítélte el csütörtökön Oroszországot az Ukrajna elleni törvénytelen brutális katonai megszállásért, illetve a Moldova és más államok elleni megfélemlítő hibrid taktikai műveletekért. Az aláírók leszögezik, hogy a térség minden országának szuverén joga megválasztani, milyen szövetségi rendszerekben akarja önvédelmét, ellenálló képességét és gazdasági fejlődését erősíteni. A dokumentum annak a három oldalú miniszteri szintű találkozónak a következtetéseit tartalmazza, amelyet csütörtökön rendeztek Bukarestben a három ország külügyminisztereinek és védelmi vezetőinek személyes, vagy Mitrokuleba ukrán külügyminiszter esetében videókapcsolaton keresztül megvalósított részvételével. A közös nyilatkozat szerint Románia, Moldova és Ukrajna a Fekete-tengeri térség békéjét és biztonságát a nemzetközi jogra, az államok szuverenitásának, függetlenségének és területi épségének tiszteletben tartására alapozva akarja helyreállítani, amelyben az Európai Unió bővítése és a NATO-val való szoros együttműködés szerintük fontos szerepet játszik. A három oldalú miniszteri értekezlet előtt Bukarestben a Fekete-tengeri térség biztonságáról rendeztek nemzetközi konferenciát, amelyen az online közvetítésen keresztül felszólaló ukrán külügyminiszter Ukrajna NATO felvételét sürgette, és úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy a Fekete-tenger a Balti-tengerhez hasonlóan NATO-tengerré váljon.